Új autókkal foglalkozó üzlet esetén 100, használt autókat áruló kereskedés esetén pedig akár 200 autót is eladnak éves szinten az értékesítők Magyarországon. Ez aztán főleg az árfolyamtól és a gazdaság állásától függ. Legutóbb 2009-ben a gazdasági válság miatt voltak bajban az autókereskedések. Minimális áremelkedéseket tapasztalunk, importőri áremelkedések terén. Igazából 2009-ben voltak drasztikus áremelkedések, ugye az árfolyam növekedések okán. Manapság ugye az euró-forint árfolyama határozza meg a gépkocsiknak a forintos árát. Az új autókat áruló kereskedések általában csak a beszámítás miatt tartanak használt autókat. A kereskedők szerint a legfontosabb, hogy az autó szép és jó állapotú legyen. A legtöbb gépkocsi vásárlás esetén a pénztárca az, ami meghatározó. Az utóbbi időkben egyre jobban élénkül a használt autópiac. A leggyorsabban a 100-200 ezer forintos járműveket lehet eladni. De az emberek jelenlegi pénzügyi helyzetét figyelembe véve 1 millió forint az az összeg, amit még használt autóra hajlandóak kifizetni. Ezért cserébe egy 8-10 éves autót lehet kapni. Megmondom őszintén, nem könnyű használt autót vásárolni, főleg ugye mondjuk ezt az 1 millió forintos kategóriát, ezt a 8-10 évesnek, az előbb beszéltünk róla. Igazából körültekintőnek kell lenni, érdemes akár egy szakemberrel érkezni, vagy ha nem is szakszervizbe, de a saját autószerelőjével vagy mesterével átvizsgáltatni ezt az autót. Az új autó eladástól függ a használt autópiac, így 2-3 éves autók nem nagyon találhatóak használt autókereskedésekben. Az értékesítők szerint főleg készpénzes vásárlások kötetnek, a hitelektől és a részletfizetéstől még mindig tartanak az emberek.